Én igyekszem kerülni ezt a nagyon klasszikus háromszint satírozzunk egybe szisztémát, mert pont attól érzem egy kicsit művinek már, amikor ez a nagyon, amikor tudod, ez a világos matt színekkel indul, és akkor ilyen nagyon különböznek az árnyalatok. Persze abból gyönyörű átmenetet lehet képezni, és megint csak visszacsatolok a tutorial videókra, hogy nagyon sok esetben azt felejtjük el, hogy tényleg ezek művészek, akik ezt csinálják, és a művész általában a saját műviességét szereti megmutatni. Tehát, hogy ő azt szeretné megmutatni, csinálni, hogy ő mennyire ügyes. Átváltoztatjuk gyakorlatilag. Itt fordítom én meg, hogy én meg próbálom az embert nézni. Tehát próbálom azt nézni, hogy ő mivel foglalkozik, hol dolgozik, hogy neki ezek a szempontok, akkor így közelítsük ezt meg. Tehát, hogy nem egy sémát húzok rá, ami egyébként szép, mert hogy amit látunk a videókon, az is szép. Persze. De hogy más a megközelítés, vagy a kezdés.